Nos hát, beszéltünk a cseresznyefáról, cseresznyefa virágról. Maga a cseresznye is lehet egyébként gyógycsatású, mindjárt kiderül. Lencsés Rita is itt van velünk, Isten hozta, Isten hozott, szervusz. Majd a végén egy kicsit akkor a cseresznyéről is, most ez a főszerep, ami itt van az asztalon, nem kevés. Mivel kezdjünk? Igen, direkt úgy válogattam össze, hogy tudjak beszélni azért a tea készítésről is, mert most a köhögés lenne a téma, hogy hogyan tudjuk kezelni például a köhögés tüneteit. Ugye lehet teával, tehát ugye szoktam javasolni, hogy ezt így komplexen érdemes kezelni, tehát tudunk teát főzni, tudunk készíteni például nagyon jó kis házi szirupokat, például lándzsásúti fűből, vagy kakukkfűből, vagy fenyőrügyből, illetve hoztam még növényeket, illetve például a hagymát, amiket tényleg föl lehet használni ilyen köhögés csillapításra és köptető szerként is, mert attól függ, hogy melyik típusú... Száraz köhögés, így van. Vagy burutos, ugye szokták így kérdezni? Így van, hogy melyiket akarjuk kezelni. Mert hogyha száraz köhögésről van szó, ott kicsit kisebb a paletta, bevallom őszintén, mert olyan növényeket kell választani, ami bevonószer, tehát egy ilyen nyálkatartalmú növényt kell találni, ami ugye csillapítja tényleg ezt az ingert, hogy az ember jól aludjon például éjszaka. Erre ideális például a lándzsásúti fű, bár az megfelel köptető szernek is, mert nyálka is van. Így van, mert van benne szaponin, ami köptet, de van nyálka, ami nyugtató hatású. Ott van is ilyen szirup, ugye ezt egy gyógyszertárban is lehet kapni. Igen, meg lehet házilag készíteni szirupot, hogy a lándzsásúti fűlevelet vagy így frissen, vagy szárítva összegyűjtjük, ilyen cukorréteggel egy befőttes üvegbe kitesszük. Én mondjuk ezt kombináltam egy kis kakukkfűvel, és egy ilyen sűrű szirupot lehet belőle kapni, amit igen, akár gyógyszertárban is lehet. Ezek a zöldek csak nem az általunk, hogy kedvelt medve, hogy de medvehagymát is hoztam igazából, mert hogy annak is nagyon jó hatása van a légutakra, főleg a húrutoldásra. Úgyhogy a hagymákról érdemes így külön beszélni, hiszen a népi gyógyászat is rendszeresen felhasználta akár a vörös hagymát. Biztos a nézők is emlékeznek a hagymatára. Hogy azt, igen, azt főztek nekünk. De az héjból, nem? Hagyma héj is. Így van, a héjat mindenképpen rajta kell hagyni. Ugye nem ilyen nagy vörös hagymát szokták választani, hanem kisebbeket, és akkor azt főzik akár fél óráig is, és akkor ahhoz lehet mézet, vagy karamellizált cukrot, és akkor az tényleg egy köptetőszer volt, egy házi köptetőszer. És mit tud a fokhagyma? A fokhagymának is egy nagyon jó tisztító hatása van, egyébként egy természetes antibiotikum is, például csináltam egy sárkánytonikot, amiben fokhagyma, torma. Sárkánytonik? Jól van. Igen, az egy Géza, kicsit a társaságban nem lehet menni vele, az igen, a baj, ugye? Ezt meghúzzuk, nagyon erős. Meghúzzuk, az összes vendég hazamegy. Almaecet az alapja, de torma, fokhagyma, gyömbér, turmixból áll. Ebben benne van a sárkány. Ettől a jövőben influenzám is elmúlt. Így van, egy kis természetes antibiotikum, de ezeknek is húrutoldó hatásuk van igazából, ezért kerültek ide a palettára, hogy igenis lehet ezeket alkalmazni. Úgyhogy, de hogy így soroljon, például itt van ez a pettyegetett tüdőfű, ez most már szárítva van, de egyébként most virágzik, tüdőfű. Pettyegetett tüdőfű. Igen, abszolút. És a nevében is benne van, hogy ez a kifejezetten az alsó légutakat gyógyítja nagyon szépen, úgyhogy ez a száraz és egyébként a hurutos köhögésnél is lehet alkalmazni. Ilyen pettyegetett tüdőfüvet hol találhatunk? Mert egyébként egy levél, nem? Igen. Például medvehagyma környezetében, tehát erdei környezetben, de sokan már ültetik. Tehát most már egy kedvelt akár kerti dísznövény is, a pettyegetett tüdőfű vagy bársonyos levelű. Igen, nagyon. Csak tudjuk megjegyezni, Géza, amíg el nem jutunk kertészetni. Addig gyakoroljuk. A medvehagymát azt pedig abból hogy lehet teát? Nem, azt csak azért gondoltam, hogy ha tényleg megfáztunk, és hurutos köhögésünk van, akkor azt így érdemes rákcsálni, mert a hagymának az illóolaja tényleg segít a hurutoldásban. Meg mert mellette lakik a pettyegetett. Na, pettyegetett, akkor már a tonikból is ráhúzunk egyet, és semmi baj. Igen, úgyhogy komplexen lehet. Sőt, itt például az ibolya, ezt például a kertből szedtem, ugye már elvirágzott, de például az ibolya gyökérből is készítenek szirupot, például a köptetőszernek. A kerti kakukkfű az szinte évelő, tehát mindig ott van köztünk, tehát azt is használhatjuk. A zsája például az egy nagyon gyulladást csökkent, ugye a zsája cukrot is szoktak készíteni, ugye az a torokgyulladásat, illetve hát, hogyha tényleg sokáig fennáll mondjuk egy ilyen betegség, akkor tényleg jó egy kis gyulladást csökkentő hatás. Akkor a menta, nekem már úgy kezd megjelenni, ugye igen, a friss menta, azt is fel lehet teaként, vagy akár szirupként, tehát lehet egy ilyen kombinált szirupot készíteni, vagy főzni is. Ezt például főztem, hogy
összegyűjtöttem a növényeket, lándzsásúti fű, menta, kakukkfű, fenyőrügy, és az összetöve. Persze. Mennyivel másabb, mint a kombó. Igen, így van, és ezt még gyerekek is jobban elfogadják, mert ez, amit így áztatok, érlek, az egy kicsit nagyon finom. Igen, és akkor ez meg egy fenyőrügy. Azt lehet, és a fenyőrügy szirupot is. Ez pedig majd most, amikor jönnek a fenyőrügyek, azt is ilyen cukor ágyba vagy nézbe lehet áztatni, ez most már egy éve ott ázik, de látszik, hogy milyen szép ilyen barna színű kis szirupot kapunk, és ez is nagyon jó köhögés. A sárkány az egy kicsit erős az üvegben. Ez a sárkány. Természetesen Lencsés Rita válaszol majd az önök kérdéseire. Nekem az a kérdésem, ha van erre idő, ha nincs, akkor majd a válaszok között, hogy mi az a 3 vagy 5 alapgyógynövény, amit otthon az ablakban akár, vagy az erkélyen tudunk így hasznosan felhasználni, akár egész évben. Tehát így akár termeszteni. Például nekem a kakukkfű jut eszembe, hogy ez például nyugodtan lehet a kerti kakukkfű. Legyen otthon bazsalikom, mert az nagyon jó fertőtlenítőszer, ha már fáj a torkunk, akkor azt nyersen el kell rágcsálni. Ugye a menta, a citromfű, ezek is nagyon fontosak, hogy akár nyersen, akár szárítva később teaként is föl tudjuk használni. A hagymafélék, tehát például a snidlinget is lehet nevelni, és azt is rágcsálva. Tehát szerintem ezek fontosak. A zsája, ugye ez egy gyulladás. Visszatérünk, Rita, természetesen folytatjuk, köszönjük szépen. Hát, kedves Rita, mit kérdeztek a nézők? Voltak telefonálók, és általában a gyógynövényekre így magukra, ahogy hogy kell használni, mennyi ideig szabad használni, hogyha mondjuk van otthon mondjuk kamilla, mert biztos látták, hogy azért ide kikészítettem, ugye például a kamillát, bodzát, hársfát, tehát ezek mind a megfázás, mind a köhögés is azért nagyon jó hatásúak. Annyit el kell mondani, hogyha keverékben alkalmazzuk a teákat, akkor akár hosszabb ideig is szabad fogyasztani, tehát az azt jelenti, hogy egy ilyen 3 héttől 6 hét, de hát ez kóraszerűen kell, tehát amíg fennáll egy tünet, szerintem addig érdemes fogyasztani, de ha önmagában csak egy teát szeretnénk, tehát például a tüdőfűről volt szó, vagy akár ugye nem mutattam be, hogy van ilyen, hogy ökörfarkóró, orvosi zilisz, tehát hogyha egy növényt választunk ki, akkor is kúraszerűen mondjuk 2 hét, és utána 1 hét szünetet azért érdemes tartani. De ezt mint minden gyógyszerre is szokták mondani, tehát a rendes patikai gyógyszerre is, hogy ne állandóan, mert megszokja a szervezet, és akkor nem fekszik. Így van. Úgyhogy főleg ilyen kérdések voltak, ugye rákérdeztek akár a szirup készítésre, hogy mikből lehet, ugye mondom, a fenyőrügyből is lehet készíteni, akár főzve, akár így, hogy kint hagyjuk a teraszon ilyen cukorágyba, vagy akár mézben áztatva, és akkor úgy szó szerint erjedés úgy érik meg a maga a szirup, de lehet például lándzsás, sutifű, kakukkfű, tehetünk hozzá mentát, zsáját. Tehát nem mondhatjuk általánosságban azt, hogy szirup, hanem mindegyiket tulajdonképpen önmagában kell kezelni külön, különböző mennyiségű cukorral, főleg, vagy mézzel. Igen. Itt is azért figyeljünk a mértékletességre, hogyha készítünk szirupot, akár egy növényből, akár több növényből, tehát ez a napi 3 felnőtteknek 3 evőkanál, mennyiség. Ha túllépjük, akkor azért egy hasajtó hatás elindulhat. Ennyi csak a hátrány, tehát hogyha megijednénk tőle, gyerekeknek meg olyan 3 táskanálnyi mennyiség szerintem elég, akár száraz köhögésnél, akár hurutos köhögésnél, tehát ez az arány, ez az arany. És mondjuk antibiotikum mellé lehet, vagy mellett lehet? Igen, antibiotikumok mellé lehet nyugodtan kiegészítő terápiaként, akár teát, akár szirupot. Ott kell figyelni, hogy ha már valamilyen gyógyszeres kezelést kapunk, tehát mondjuk egy köptetőszert, ilyen poritalt vagy tablettát, ott viszont figyeljünk arra, hogy ha azt megittuk reggel, akkor utána legalább 3-4 óra teljen el, amikor mondjuk egy házi készítésű szirupot, mondjuk köptetőszert akarunk. Ugyanígy a köhögés csillapító, ha már gyógyszeresen kezdtük el alkalmazni mondjuk este, akkor este már szirupot ne vegyünk be, vagy ne ígyunk rá, tehát hogy vigyázzunk, hogy idő kell, hogy elteljen a gyógyszeres. Hát igen. Akkor köhögünk. Engem ez a sárkányölő. Igen. Sárkány üvegbe zárva. Hát ebben nézd meg a képen is már mennyire. Igen. Hogy azért ez is csak kiskanalas, nem? Igen, és arra is kell figyelni, hogy mivel ugye ez egy tömény, tehát a torma, ugye fokhagyma, gyömbér, ecet, méz, ugye citromlé, tehát ez egy tömény orvosság. Ezt, hogyha egy evőkanállal beveszünk, utána együnk rá, tehát hogy ne készítse ki a gyomrot. Igen, nehéz. Igen. Itt nagyon sok ilyen szárított növény
van, de igen. Mi az, amit most gyűjthetünk, ugye a tányérodon igen. Van medvehagyma, a vörös hagyma az nyilvánvaló, igen. Zsája, és még említetted, ugye valaki nem nézte volna az előző beszélgetésünket, hogy az ibolyának még a gyökere is felhasználható. Most mi az, amit le tudunk szedni az erdőben, a mezőn, így a kertben? Van. Ha most megyünk túrezni, akkor ugye a lendzsásúti fő, akkor a gyermeklánc főlevele, aztán zamatos turboját, tyúkhurt lehet gyűjteni, ugye még van medvehagyma, pettyegetett tüdőfű, salátaboglát, karepér. Igen, igen, úgyhogy ibolyának a gyökerét, levelét is valaki gyűjti. Aztán a galajfélék megjelentek, a ragadós, közönséges galaj még nem virágzik, de azt is nyugodtan miket gyűjthetjük. Tudsz? Pásztortáska, a gémorfű például, ez egy jó kis vérzéscsillapító, és a csalán. Álljon el az eső, hogy indulhassunk ezeket a növényeket, mind begyűjteni. Lencsicsiknek nagyon jó hétvégét, és köszönjük szépen.